Mikor mondják, anya, mikor gyűjtek már haza. Na, túl nagyobb lelki fájdalmam nincs. Mert nem tudok nekik hazudni. 2011. május 3-án megszületett Bence. 4 napot volt mellettem, nem tudtam, hogy nem hozhatom haza. Mégis a kórházból Bence nélkül kellett távoznom. 2 év pereskedés után Bence idén márciusban végre hazakerülhetett. A bíróság kimondta, gyermekeimnek otthon van a helyük. Így a 3 fiam is szombaton hazajöhet. Egyen van csókot. Csókot. Nagyot. Mindenet fog mondani. Most se hiszem el, hogy 6 év után, hogy ez eljött. Bence 2 év pereskedés után, hál' Istennek itthon van. Józsim 12 éves, Tibikém 8 éves, Szebim 7 éves. Így szokott feküdni a nitában. Utánozza az apját. Én azt hittem, hogy soha nem fogom tudni a gyerekeimet visszaszerezni, hogy ott fognak másnál felnőni. Ha Szebimnek egyáltalán nem tudom, mi a szokása, ugyanúgy, mint neki. Fehér nagy kocsi. Még csak ott jönnek a testvéreik. Egy probléma lesz Szebimmel. Ő mai napig is azt kiabálja, hogy neki 3 anyukája van. Neki se több, se kevesebb. Neki nem 1 anyukája van. Neki 3. És egy kicsit magába zárkozott, meg egy kicsit össze is volt zavarodva, hogy most hogy is van, mi is van, mi történik velem. És én a 3 gyerek közül egyet sem féltek úgy, mint őtet. Te játszál velem, meg a 2 kocsival. Itt van, megvan a kocsi. Jó lesz anyával? Igen. Örülsz neki, hogy hazakerültél? Igen. Biztos? Biztos. Akkor adjál egy nagy csókot. Ó, de jó volt! Szeretlek, imádlak benneteket. Ez nincs olyan anya, aki ezt tudná pótolni, ezeket az elvesztett éveket. Szerintem az életem rá fog menni, hogy én ezeket bepótoljam náluk, ezt az anyai szeretetet, az anyai törődést, nagyon sok kell. Hát én tőlem telhetőt mindent megteszem. Most jön az igazi harc, az igazi feladat, hogy a gyerekekkel is megértetni, a gyerekeket átsegíteni ezen a krízisen, de ha ezt megcsináltad, a többit is meg fogod tudni csinálni, hidd el. Jó? Jó. Minden rendben lesz. Na. Ez kellett ahhoz, hogy nyilvánosságra kerüljön minden dolog, ami itt folyik eszétembe. Mert magam nem tudtam most semmit kezdeni, csak annyi, hogy minden hónap 2. hetében láthattam volna őket. De hál' Istennek eljött ez a nap. És ennek nagyon örülök. De nem hiszem el. Ez nagyon hihetetlen. Mondjad már neki, szeretlek. Mondjad anyának. Anya, szeretlek. Nem mondod? Van, amikor beindul. Én is szeretlek.